ulica, mit jelent ez? Ulica Krasznyi Magyar, Vörös Magyarok utcája, kérlek szépen. Ez az utca állít emléket azoknak a magyar internacionalistáknak, akik itt a hadifogságban kommunistává lettek. Vettek a forradalomban, illetve a polgárháborúban. Rossz csontok! Vigyázni! Gyerünk, futás! Ez tehát a Vörös Magyarok utcája. És ez külön érdekesség, hogy magyar, tehát hogy így van leírva. Pista, ennek mi a magyarázata? Azért, mert ön elnevelezi, tehát magukat hívták magyarnak, tehát nem az oroszok hívták őket vengrinek, hanem magukat magyárnak, magyarnak. Aha. Ez igen? Igaza volt a Pistának, hogy a Vörös Magyarok utcája egy darab történelem is. Látunk ugye régi faházakat, a módszerváltás utáni új orosz villákat. És még lesz. Majd beletorkolunk egy szörnyű ruscsovista lakótelepbe nem sokára. Szergej Atyec. Krisztus születésének temploma. 1997. decemberében történt itt egy légikatasztrófa, melyben 70 ember halt meg. Itt látják oldalt azt az óvodát? El tudnám mondani, milyen épületek álltak itt a balesetbe következtéig? Ezen a helyen egy ház állt, látják? Egy ötemeletes épület. Pont ráesett a farokrész. Állt itt egy ház, amelyet aztán lebontottak a Grazdanskaja utcában. Úgy döntöttek, nem hozzák rendbe a házat, ezért teljesen lebontották, és valamilyen emlékművet kívántak a sír fölé emelni. Egy emlékművet építeni? A templom megfelelőnek bizonyult ilyen célra, arra, hogy imádkozzanak ezekért az emberekért. Akik itt elhunytak, név szerint fel vannak sorolva. Mind a 70 ember, és minden szertartáson megemlékezünk róluk. A légi katasztrófa 1997. decemberében történt. 1998-ban megkezdődtek a templomépítési munkálatok. 1999-ben már fel is szentelték. Minden elhunyt neve fel van ide írva. És ő mit tud, hogy mi lehetett ennek az oka? Senki sem tudja biztosan. Nagy a titkolózás a katasztrófával kapcsolatban. De ahogy én tudom, a kerozinnal volt gond, mivel téli helyett nyárit vételeztek. Amit itt most mutattam, az igen ritka. Hiszen hány ember hal meg szerte a világon légi katasztrófa következtében, de nem mindenütt emelnek templomot az emlékükre. Az Igor Atyec, ő maga az ikonfestő, és ő a legfőbb festő. Ő készíti ezeket a képeket. Itt van az Igor Atyec. Hát akkor Igor Atyecet megnézni munka közbe. Követjük Igor Atyecet a műterembe, vagy a pillanatnyilag műteremként fungáló templom sarokba. Itt
kezdik el a templom festését, és innen mennek lefele? Ha leereszkedünk, ott vannak. Megmutatom önöknek a mintákat. Ilyenek. Pillanatokat ragadnak meg. Például ülő apostolokat. Ezek ilyen sorrendben az alsó szinten is láthatók lesznek majd. Visszatérve ahhoz, amiről beszéltünk, a munka folyamatra. Skiccek készülnek, vázlat a történetről. Majd a vezető főpap, mint ihletett szemléletű ember, véleményezi és jóváhagyja az egészet. Azelőtt miket festett? Zömmel tájképeket festettem. Melyik kellett többet keresni? Mindez művészi ihletésre, Isten dicsőségére készült. Természetesen a dolgozó ember méltó a gondoskodásra. Kapok némi járandóságot, mint pap, mert családom van és gyermekeim. De nem a mi kívánságunk szerint történnek a dolgok, hanem Isten akarata szerint. Közönség reakciója. Hogy viszonyulnak a helyiek ehhez a zenéhez? Nagyon is jól. Azok legalábbis, akik ide járnak. Szerinte hány ember hallgatja nap, mint nap őt? Сколько человек тебе слушает днем с днем, день на день? Ezek a harangok viszonylag jól kezelhető hangszerek, a város központjában is hallani őket. Sőt, van olyan, hogy annak a templomnak a harangjait nem is hallani, mert nincsenek olyan jó állapotban, mint ezek. Nagyon erősen kell őket kongatni. Érzéssel persze, de ezeket is kell azért. Te sztár vagy itt a Cityben? Szuperstár! Mondd csak, szeretsz iszogatni? Megesik. Azt mondják, az egyházi hierarchiában a harangozó a legalsó kaszt. Rólunk mindenki azt gondolja, ez még belefér. Naponta kétszer csinálja. Minden nap és hány éve? Minden nap kétszer? Iszom? Nem iszol, hanem játszol. Igyekszem minden nap. És hány éve? Itt 12. Renoválás után? Nem, még nem fejeztem be. Egyedül kezdtem, de még nincs kész. Ja, hogy ezt te csináltad? Ez új? Új. Meg szabad nézni? Hogyne, jöjjenek.
Nem kell megnézni. Minek? Nincs még kész. Kutya is van. Mit akarnak megnézni? Hát úgy érzem, hogy a néni nem csak a mi látogatásunkkal nem ért egyet, de a fiának a hajóépítő akciójával se nagyon. De amit figyelmünket igazából leköti, hogy ebben a környezetben egy meglehetősen méretes, nem csak folyami, hanem bajkáltavi, bajkáltengeri és talán tengeri használatra is alkalmas naszádra bukkantunk. A rengeteg rozsda miatt ez úgy nézett ki, hogy valami ócskavasról van szó, amelyet ugye egy öppiján idehoztak. Nem kérem szépen, tulajdonosa, akivel röviden sikerült megismerkednünk, 2 éve dolgozik ezen, lapról lapra, heggeszti napról napra, ha szabad ebben a kis humoros megoldással élnem. Hát, hogy fogja vízre tenni, arról egyelőre fogalmunk sincsen. A kedves mama lent meglehetősen pipa, mert nem csak azzal nem ért egyet, hogy mi ide bejöttünk és filmezünk, hanem szerintem a fiának ez a speciális hobbija, hogy tudnélik itt ebben a környezetben, ezen a kis telken, a régi házikó mellett építi ezt a hajót, amely lényegesen nagyobb, mint a ház, amiben laknak. Hát ezt mindenképpen el kell mondanom. Hát nem nagyon tetszik ez neki. Az egyik kutya ott van elzárva egy autógumival, betéve a házba, a másik az láncon van. Hát most megpróbálok a hajó belsejébe behatolni, és onnan is megtudni még valamit. Mit sikerült megtudnod enni? Traktor motorral fogják hajtani. Kérdeztem, miért csinálja, azt mondja, nem tudom. Aha, és hogy akarja vízre tenni, óriási trélerrel? Ez egy beépített terület. Na de hát ez az utca barha keskeny. Meg lesz oldva. Две звезды мне предлагают быть вместе им она знает старушка судьба судьбы людей тусует две птицы две звезды мне предлагают быть вместе им она знает старушка судьба судьбы людей тусует. Augusztus 20-a este van, és most hajtunk be a festői Krasznojarszkba. El kell mondanom, hogy Lenin 1897-ben majdnem 2 hónapot töltött Krasznojarszkban. Felújított, vagy talán egészen új? Ne talán félig székely? Anyám félig playback, vagy talán egészen az? Nehéz volna ezt innen megmondani. Hogy a Golden Gate érzés teljesebb legyen, balra műanyag pálmák fúródnak a horizont egének cikájába. És mindenhonnan zene hallatszik, szombat este van. Hát nem akármilyen élmény ez a város, azt kell mondjam, parádés. És meg is érkeztünk a Gasztinyica Akyápszkaja elé. Köszönöm, András. Dudáljunk, hogy van. És itt van Sonfai Kara Dávid, elftárs úr, Isten hozott, drág! Rendkívüli veszélyességű területen haladunk. A bozótosból vadul legelésző faló csámcsogó tehenek kolompjának zaja hallatszik. A bozótból ők bármikor előléphetnek, tehát a gyanútlan autózó nem látja őket, úgyhogy számos, nagyon súlyos baleset helyszíne volt ez. Tegnap előtt például a híradóban lehetett látni, hogy egy megvadult bika egy vadonatúj Lada 1600-ast felöklelt itt a Krasznojarszki vízierőműtől néhány. Megváltozott, elhagytuk a tajga övezetet, és az a vidék, amelyen által jövénk, a Minuszinszki medence, amely bizonyos részleteiben talán a legjobban hasonlít a mi Kárpát-medencénkre. Csodálatos fekete föld, lankás táj, a Csernozjom, ugye a fekete föld mezőgazdasági művelésre alkalmas. Különös izgalommal várjuk itt Susenszkójéban a találkozást Ilicssel.
Nem sokára ellátogatunk az ő számüzetésének helyére. Addig reggelinket itt a Soseszkojai Komszomol üdülőben költöttük el. Reggelink komplet. A komplet reggeliben sajjal töltött három szelet felvágott, kettő uborka, teja, maszló nyelv kompletje. Tehát a vaj nincs benne a komplet reggeliben, a citromot is külön kérni kell, mindez nem baj, kettő szelet sajt jár hozzá, amely itt látható. Én külön kértem sajtot és vajat, borzas vaj érkezett, és mindenki kap természetesen ebből a kássából, amely rizsnek és valami fajta gabonafélének a keveréke, és miután ebben a tányérban barátilag egyesül az egyébként a mezőn külön helyet foglalós más-más kultúrában növekvő rizsa és valami fajta gabona, ezt a kását druzsba kásának nevezik. Ebben a házban élt a világ proletariátásának ikonja, Vlagyimir Iljics Lenin. 1897-től 1898-ig, hát ez valójában három esztendőt jelentett. Hajón érkezett ő ide, a Szent Miklós hajón, a hajón a múzeum. És az utazás emlékére egy óriási gránit obeliszk áll a Jenyiszej partján, bensőjében a Szent Miklós hajó vásolatával. Érintsük meg azokat az ablaktáblákat, amelyeket ő nyitott ki enkezével minden reggel, hogy beeressze a fényt. Sokan tudják tehát, hogy Vlagyimir Iljics három esztendőt töltött itt, Soshenszkoje. Azt azonban sokkal kevesebben, hogy az ateizmus atya 1898-ban Soshenszkoje kicsi templomában kötött egyházi házasságot Krupszkájával. Pillancsunk be! Milyen egyszerű ez az otthon, milyen puritán, és mennyire jellemezte ez a puritanizmus mind őt, mind pártját, mind elvtársait. Átlépett a küszöbön, így egyszerűen, mint egy ember. Tehát nem volt ebben a küszöb átlépésben semmi különös. Iljics úgy lépt át a küszöböt, mint ön, én. De akkor az... egyből le is vette a papucsát, tudod? Bent. Bent már. Úgy lépte át a küszöböt. Elvtársak, mit gondoltok Vlagyimir Iljics Leninről? Lenin? Jó? Jó ember volt? Na de miért? A sipács az mi? Sipács. Ez a klasszi párny. Jó, hogy remek fickó volt. Lenin élt, él és élni fog. A tuvai köztársaságba, amelyre már igen régóta vágyunk, a tuvatábla kicsit lezuhanva, mi föl akartuk emelni, de nem tudjuk, mert nagyon nehéz, tuva nagybetűvel, Republika kisebb betűkkel, 44-ig ez volt a Szovjetunió határa, 44 óta, amióta a tuvai köztársaság kérte, hogy ő is csatlakozzon a boldog szovjet népek boldog közösségéhez, a határ egy kicsikét kiterjedt. Két tuvai oroszlán őrzi a határt, és fönt látszik a tuvai címer. Mi található a tuvai címerbe, Dávid? Egy tuvai lovas, tuva nép, népviseletben, illetve tuva fejfedővel vágtat a, nap, a napba. Hövöngös kas, hólyók, gyömgyak, tük-tük, deng-deng, hölderis kas, csalg, höb, gyapt, püsztünk, tuva, deng-deng. Szármálő alga, ha szengmaz bolgan, deng-deng, szalan szűdű száva, a zsöp tolgan. Deng-deng, györes helyek csinép, tudunk volna, deng-deng. Csillorgunk ég, vint halok keder, deng-deng. Györes helyek csinép, tudunk volna, deng-deng. Wow.
a Röberben, csak tudom, hogy járjátok. Köszönjük szépen! Mai éjszakánkat itt Kizil mellett töltöttük ebben a luxus jurta táborban. Neked mi volt a jeled? Én a nyuszika voltam. Igen, én a kutyus. Minden ajtón ugyanis egy jel van, hogy azok a turisták, akik este esetleg fogyasztottak, visszataláljanak a jurtába. A jurta ajtó egyébként készen is kapható, akár az áfész hálózatban is, tipikus mongol motívumokat sorjáztat. Jól lehet, Tuva országban vagyunk, de az ő motívum készletük a mongoléval oly közös. Körülöttünk hegyek, alant a kis Jenyiszej, Bihem, amely besiet a nagy Jenyiszejbe, és ott egyúttal tudod, mit formáz? Ázsia középpontját, Kizil környékén. Én ifjú koromban többször jártam jurtában, te elképzelhető, hogy először vagy. Bizony, én most vagyok először. Kérhetlek, hogy te mutasd be, milyen benyomásokat gyűjtöttél. A jurta tetején egy luk van. Azért, hogy az alatta levő tűzhelyből kijöhessen belőle a füst. A lyukat befedik egy fedő lemezzel, amit aztán reggel elhúznak, hogy föl lehessen ébredni. 64 darab tető pálca tartja a tetejét, és körbe pedig összecsukható fallécek tartják az oldallapokat. Valószínű, hogy ezek a ládák és az a szekrény ott, aminek nem ajtaja van, hanem kalandos módon függönye, ahogy ezt Sándor már is bemutatta, ez itten a szekrény. Jurtáinkban még be van vezetve egy villany is, és valószínű az ott villanyfűtés lehet az ágy mellett. Nem valószínű, biztos, tök meleg. Ez ment egész éjszaka. Egy hordozható nomád fajansz talpasmosdó. A padlón filcszőnyeg van, és a filcszőnyeg alatt pedig deszkapadló. Aki igazán jurtában büfé akar lenni, annak el tudom mondani, hogy ez a tető gyűrű, ez egy darab fából készült. András, te rögtön tudtad, hogy melyikbe kell menni? Igen, mert oda föl van írva. Na most tudnivaló, ide föl van festve, tudnivaló, hogy a férfi és a női test között első pillantásra, akár már a csontvázon is észrevehető, hogy a férfi felül szélesebb, és akkor körülbelül egy ilyen ábrát vesz föl, míg a nő alul keskenyebb a válla, és itt csípeje kiszélesedik, ezért ez a végletekig leegyszerűsített női. Szeretném fölhívni a figyelmet erre a lámpára, ami nagyon szép példája az anyagtakarékosságnak, valamint az, hogy az anyagok és a színek egymással harmóniában vannak használva. Vessünk egy pillantást a linoleumra, ami a férfi vécét fedi, és itt pedig a lámpafedője ugyanabból a linoleumból készült, tehát nagyon szépen illik, abban a pillanatban, ahogy fölnézünk, ég a lámpa, itt a WC, ugyanazzal az anyaggal találkozunk, megnyugtató sziget ez az élet kegyetlen farkasösvényén. Azt hiszem, hogy teljesen jogosan emlegettél szavazófülkéket. Te melyikben voltál ma eredményes? Hát nem tudom, a szavazás titkos. Gondolom ebben az országban. Na kérem szépen, tehát ez az, amit Amerikában úgy hívnak, hogy honey bucket, és mi ezzel? Én személy szerint először Alaszkában találkoztam, azt hiszem ez egy nyugati készítmény, tehát egyrészt nagyon jó, mert lehet rajta ülni. Tehát ez a mi fogalmaink szerint mindenképpen komfortosnak nevezhető. Na erre, ha előre nem mondják, ember nem jön rá. Igen. Hát,
Köszönöm szépen, mire a válasz megjön, addigra engem itt meggyógyítanak bent a Sámán poliklinikán. Itt látható a rendelési idő, különböző sámánok tevékenykednek itt, akár a rendelőintézeti osztályok egy rendelőintézetben. Gyere András, ketten együtt egy teljes rendelőintézetet le tudunk kötni, annyi különböző nyavajával rendelkezünk így előre haladott korunkra való tekintettel, úgyhogy ránk fér, azt hiszem, a gyógyítás, egybeforrasztás, tisztítás, átgyúrás. A helyiség közepén artézikút biztosít melegvizet, hogy ezt külön fúrták, vagy köré építették a házat, hát ezt nehéz volna elmondani. András érzékenyen kiszúrta, hogy a várakozók moziszékekben foglalhatnak helyet. Ebből itt tartózkodik három darab, ott másik három darab. Itt látható a poliklinika munkatársainak névsora, hogy ki, melyiket, kicsit egy vázlatosan, hogy ki milyen szakos, ki milyen betegséget gyógyít. Tehát itt a... itt dolgozó sámánok, illetve rendelő sámánoknak a teljes rezüméje látható, és rövid ismertetése azzal kapcsolatban, hogy milyen betegségeket tud gyógyítani, illetve milyen sámán tevékenységeket végez. Például a mi sámánunk itt látható, akire várunk, Orzsák Gyuri Nikolájevics. Le van írva, hogy ő milyen szellemekkel áll kapcsolatban, tehát... az a uktukkám, ez ártó szellemekkel segítik az ő gyógyítását, de ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy a gyógyítás valami kárt okozna, hanem éppen ellenkezőleg máj, vese, különböző női bagyok, tehát reumás betegségek, különböző onkológiai betegségek, kezdő és közepes stádiumban paralízia, tehát különböző bénulások, bronchitis. Ne is folytasd, kérlek szépen, mert még a meglévőkön kívül Andrással itt különböző betegségeket diagnosztizálunk idő előtt magunkban. Na, mi a hely hivatalos neve? A hely hivatalos neve? Tóva köztársasági. Tüngür sámán hitű egyesületének munkatársai, ez olvasható. Egész pontosan. Nagyszerű. A Tüngür pedig nem más, mint a Sámán Dobnak a Tuva neve. Kifejezése. Tudunk-e valamit az árfekvésről? Hát az ezt árfekvés... ahogy érezte, vagy mit kell tanulni? Árfekvés az különböző. Mégis mennyit készítsünk be? Mint az elegáns éttermekben, ott van az étlapda, az ár nincsen meg. Az ár nincs, az általában a sámánnal szokták megbeszélni, hát a sámánok azt szokták mondani, hogy mindenki a saját anyagi lehetőségei szerint adakozzék. Neve két pupu, Mongóliában, Kazasztánban, Kirgisztánban, illetve Tuvában ez az őshonos fajta. És hát házasították már elég régóta, bár egy-két Gobisivatagban még vannak egyes helyeken vadtevék is. Hol? Gobisivatagban. Ennek a tevének szinte minden részét felhasználják, főleg itt a szőre, tehát a nyakán lévő rész, az a mongol dzotgornak hívják, tehát ez a sörény, az a legértékesebb, azt leszokták nyírni, és abból rendkívül finom szövetet tudnak készíteni. Az életben nagyon ritkán van szimmetria, tulajdonképpen nincs is. Hát nem szép tőlük, hogy kettő kivételével a hátsó felüket mutatják nekünk. Lehet, hogy startkész állapotban vannak, a vélemények megoszlanak, hogy
A tevecsődör például még rugdoszódásos támadásra is képes. Egyébként félénkek. Beszéltünk a gazdájukkal, aki itt lakik egy pár kilométerre, azt mondta, hogy vagy behúzottak valami hűvös völgybe, vagy lementek a folyóhoz hűsölni, és majd estére előkerülnek. De egyik variáció sem következett be, úgyhogy itt egy több napos keresés után végre Belső Ázsia eme őshonos állatait sikerült itt meglelnünk. Én nagyon szeretem a tevét, mert humoros, és nagyon szeretem a teveszőrkabátot, a teveszőrtakarót és a teveszőr pulóvert. Ami itt látható, egész Szibéria legnagyobb kurgánja, azaz körformációjú földdel fedett temetkezési helye, amelyet 1954 és 56 között tártak fel. Mögöttem egy fallikus és egy nem fallikus, azaz női szimbólum látható. Maga a temetkezési hely 30 méter magas volt, mint ez a feltárások során kiderült, és keletkezhetett ez az időszámítás előtti harmadik században. Itt vagyunk amúgy a Minuszinszki medencében, amely számos nomád kultúrának a bölcsője, különleges mikroklímája folytán, a mai napig azt mondhatjuk, hogy Szibériában tejjel mézzel folyó Kánaán, útközben például görögdinnyéket is láttunk, amely a zortél ellenére a rövid tenyész időszakot kihasználva itt terem. Vahorn András barátom kedilekünk papírjait intézi, közjegyző előtt tesz különböző nyilatkozatokat. Abakántól ugyanis vonaton folytatja kedilekünk útját, úgyhogy legközelebb Moszkvából jelentkezünk, már ami oroszországi kalandozásainkat illeti. Hosszú és megpróbáltató szibériai kalandjainkat zárjuk itt Abakántól 70 kilométerre, igazán nem akarom bonyolítani a helyzetet a Hakaszok földjén, Szibéria legnagyobb kurgányánál. Útközben valamelyest megismertük Jakut földet, megismerkedtünk Szibéria két másik legnagyobb nemzetével, egy picint, a burjátokkal és a tuvákkal. A Hakaszokról most nem kezdenék enciklopédikus beszámolóba, legyen elég annyi, hogy Hakaszföldtől és ezzel Szibériától lezárandó több hetes szibériai kalandozásaink sorát. Ennél Szibéria legnagyobb kurgányánál búcsúzunk.